Ezúton is nagy szeretettel köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat Marinovics Endre, Antal József és Boros Péter kabinet főnöke, illetve Antal Józsefnek egykori tanítványa, diákja, másrészt Kajdi József, a miniszterelnöki hivatalnak a közigazgatási államtitkára, továbbá Forrai István, a miniszterelnöki kabinetirodának a vezetője, vezetőhelyettese. Ki miért van itt, ugye? Elsőként említettem, hogy tanítványként, későbbi munkatársként Marinovics Endre szerepel körünkben. A közigazgatásnak a vezetőjeként, illetve a parlamentben a helyzet tartásáért gyakorlatilag Kajdi József felelt, és a kórházi kórteremben, valamint a nemzetközi tárgyalásokon általában Forrai Istvánnal találkozhatunk. Természetesen egy film, tehát nem szerepeltethető azért az három ember egy-egyben meg a Somlai László nevezetű szereplőnek, de azért nézzük meg, hogy mit látunk a filmben, és mi volt ezzel szemben a valóság, ténylegesen mi hogyan történt. Elsődlegesen abban maradtunk, hogy megpróbálunk a film jelenetein keresztül menni, természetesen ugrálni fogunk, ahogy a témakörök ezt igénylik, de ez lesz a fő célkitűzésünk, és az első kérdésem már is Endréhez fordulnék ezzel, és elnézést, de tegeződni fogunk, mert a mennyiség, ami előttünk áll, az nem leszi lehetővé, hogy végig tartsuk a magázódást, úgyhogy az tegeződéssel talán egyszerűbb lesz. Ugye az első kérdésem az lenne, hogy valóban Antal József így mutatkozott-e be az osztályának, hogyan emlékszel erre az időszakra? 1955 tavaszáról van szó, a helyszín nincs messze, az Eötvös gimnázium, eve álltam oda utcában, az első párhuzamos utca a Kossuth-Lajos utcához képest, az épület ma is áll, mint ahogy állt az elmúlt 180 évben, egy patinás iskola. Az történt, hogy az a történelem tanár, aki korábban okított erre a tárgyra bennünket, súlyosan megbetegedett, nem tudott visszajönni, és egy fiatal korábban tanárjelöltet, majd tanárt küldtek helyére. Sorra járta az osztályokat, ahol tanított. Volt egy osztály, amely akkor az első évfolyamot járta, ahol osztályfőnök is volt. A mi évfolyamunk a második évfolyamot járta, és valóban bemutatkozott, hogy Antal József vagyok, közölte, hogy történelmet fog tanítani. Ha haladunk a filmben, a következő jelenetünk a repülőút, illetve a betegségnek a első nyomainak a megjelenése, és Forra Istvánhoz fordulnék, aki ezen a repülőúton jelen volt, a moszkvai tárgyalások során a helyszínen tartózkodsz. Mit lehet arról tudni, hogyan tudjátok, Antal József mikor értesült ugye a betegségéről, illetve a legközvetlen munkatársai mikor értesülnek erről, mikor szereztek róla tudomást? Mi nem tudtunk erről, akkor még semmiképpen, tehát igazából mi is csak nyár végén, ősz elején szereztünk erről tudomást. 1990? Igen. És itt van egy jelenet, ami egy elég emblematikus, egy hosszú folyosón sétál Antal József Göncz Árpáddal. Hogyan történt ez a valóságban? El tudnád-e mondani a moszkvai tárgyalásoknak a kronológikus sorrendjét? Ugye, Moszkvában három tárgyalás volt. Ugye, egyrészt volt a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének az ülése. Ugye, ez volt a Varsói Szerződés legfőbb testülete, ami áldemokratikus szervezet volt. Tehát, és ezért volt az az érdekesség, amit ugye, nagyon sok helyen elmondtak, hogy ugye, mindig volt, váltogatták a soros elnököt, és akkor pont ugye, Antal József volt a soros elnök, illetve Magyarország is, Magyarországot Antal József képviselte, és ezen volt az a híres eset, amikor ugye Antal József kvázi önkényesen megváltoztatta a napirendet, hogy a napirend második pontján nem az szerepelt, hogy a Varsói Szerződés, most leegyszerűsítően mondom, megreformálása, hanem az, hogy a gyökeres felülvizsgálata, ami egy enyhe formája volt annak, amit ugye Antal nagyon határozottan képviselt, hogy meg kell szüntetni. Ez volt a fő tárgyalás, ezért voltak ott akkor a részben már újra választott kelet-európai vezetők. Arról lehet tudni, hogy a többi résztvevő országnak mi volt az álláspontja? A
többi ország álláspontja az volt, hogy senki nem mert Magyarország mellé állni abba, hogy keményen lépjünk fel a megszüntetés, vagy legalább a felülvizsgálat irányába. Ami érdekes az, hogy tulajdonképpen a nyugati hatalmak se támogatták akkor ezt. Ugye nagyon rettegtek attól, hogy itt egy vákumhelyzet alakul ki. Nagyon érdekes iratok jelentek meg, ugye most már 30 év titkosítást feloldották USA-ba, hogy milyen jelentéseket küldözgettek Bushnak, ugye Baker Moszkvából. Tehát nagyon visszafogott volt a nyugat, nagyon félt az orosz ellenreakciótól mindenki. Ez tényleg egy egyéni bátorság volt, meg helyzetfelismerés, azt lehet mondani. Tehát egyedül voltunk ezzel, sok köszönhető a Gorbacsovnak, majd erről később beszélünk, hogy a filmben nem minden reális, de őnek leginkább az köszönhető, hogy felismerte azt, hogy a szovjet rendszer összeomlott gazdaságilag, tudta, hogy Oroszországnak vége, hogyha nem csak valahogy gazdaságilag nem tud a nyugatba betagozódni. És ezért egyfajta békés átmenetet akart, de hát őt is otthon egyrészt nagyon nyomták, ugye a hadsereg, meg a katonák, meg a birodalmi attitűd, ő próbált egy ilyen irányba nyitni. És tulajdonképpen ugye már, ami korábban eldőlt, ma már tudjuk, hogy ugye a német egyesülés volt a fő kérdés, hogy német, kelet-németország, nyugat-németország egyesül, és az oroszok ragaszkodtak volna ahhoz, hogy ne lehessen egyesült Németország NATO tag. És az amerikaiak, meg ugye a Kohl nagyon keményen képviselte azt, hogy de NATO ország lesz egész Németország, ezt trükkösen gyakorlatilag átverték. De ezt igazából mi még nem is tudtuk akkor. Még két tárgyalás volt, egy külön tárgyalás Gorbacsovval, és volt egy, aki ugye, mint főtitkár is elnök, és volt a Riskovval, aki a miniszterelnök volt. Szerepel itt a maga a jelenet, hogy sétál a folyosón Antal. A magyar delegáció részéről kik vannak jelen ezeken a moszkvai tárgyalásokon, és ténylegesen ez a beszélgetés elhangzott-e esetleg Antal és Göncz között, vagy valakik más között? Ugye a részben más volt a delegáció összetétele, ugye a Göncz is kint volt, de ugye a magyar alkotmányos berendezkedés alapján ugye a miniszterelnök képviselte az országot. A Gorbacsov találkozón ott volt a Göncz, a Riskov találkozón nem volt ott. Én emlékszem erre a folyosói jelenetre, én nem úgy emlékszem, hogy ez a Göncz és a Antal között zajlott, hanem ugye szerintem ez a Riskov tárgyalás előtt volt, és az Antal mondta, és a lényege az volt, humorizált, hogy ugye ez a bizánci szokás, hogy nem tudod, hogy a vesztőhelyre mész, vagy a tárgyalásra, tehát direkt olyan kis folyosókon visznek, ami bármelyik lehet a kettő, tehát ez egy ilyen megfélemlítéses módszer volt, és ezen, hát mint történész, szerintem a Fürth Lajosnak mondta, de ez volt a lényeg. Endre, te később ugyanezen a folyosón sétáltál, milyen volt a tapasztalatod már a folyosó méreteire? Igen, szabad annyit elmondani, többen tudják, főként a jelenlévők, hogy ebben az időszakban én még nem voltam a miniszterelnökség munkatársa, 1991-ben csatlakoztam ehhez a kiváló csapathoz. Legyen szabad azt elmondani, hogy sokat ültünk így hárman egy asztalnál, azon a helyen, ahol most Lesti Árpád foglal helyet, ült a miniszterelnök, a rendezői jobb oldalon Kajdi József, bal oldalon én és utána Forrai István. Tehát ilyen szempontból is, ha tetszik, megidéztük ezt az időszakot. Tegyük hozzá, nem én találtam ki, hogy így üljünk. Így hozta a sors. A folyosóról, tehát egy későbbi tárgyalás folyamán 1991-ben volt szerencsém ugyancsak végigmenni ezen a folyosón, eléggé félelmetes. Tulajdonképpen a Kreml egyik udvarában parkolnak le a delegációt hozó gépkocsik, és a tárgyalások egy másik épületben vannak, de közben egy olyan 200 méteres hosszú folyosón kell átmenni, ahol nincsenek ablakok, csak ajtók mindenfelé, és
értelemszerűen fegyveres katonák állnak az ajtók előtt. Elég nyomasztó érzés. Ezen a tárgyaláson, már ahol Gorbacsovval szemben Göncz Árpád és Antal József is szerepel, elhangzik az a mondat, hogy a főtitkár úr jó ember lehet, mivel hogy mindig mosolyog a szeme. Ez ténylegesen elhangozhatott-e? Mit tudtok erről? Antal Józseffel készített Oskó Judit egy késői memoár címmel egy interjú kötetet, ami jóval később jelent csak meg, és itt Antal József elmondja egyébként a tárgyási jegyzőkönyvekben is, ez a mondat valóban szerepel, tehát ez nem egy fikció a filmben, valóban a Göncz Árpád a tárgyalás legelején ezt mondja, és úgy oldja föl Antal József ezt a feszültséget, illetve ezt a megdöbbenést Gorbacsovnál, ahogy elhangzik a filmben is. Amikor hazaér a delegáció, a filmben a következő jelenetünk a orvosnál történik, ugye Schulthess Emilnél van Antal József, aki megkérdezi tőle, hogy így mentél ki Moszkvába. Ugye a filmben különösebben nincs nagy szerepe az orvosnak, de mit tudunk róla? Schulthess Emil még a pártállami időszakban egészségügyi miniszter volt, és egyidejűleg egy időszakban ő vezette a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumot. Családilag ismerte őt Antal József, édesapját is gyógyította. Schulthessről annyit lehet tudni, hogy még miniszter korában is rendszeresen ellátta a betegeit, minden reggel 6 és 8 óra között a Kutvölgyi Kórházban kezdett. Ebben az időszakban Schulthess már értelemszerűen nem volt kormánytisztviselő, orvos volt, a család barátja és a Kutvölgyi Kórházban a belgyógyászati osztály vezetője. És ugye elhangzott, hogy a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban dolgozik, tehát gyakorlatilag Antal Józsefnek a feletteséről beszélünk. Ez ugye a filmben igazából nincsen kidomborítva, ez a személyes kapcsolat. Hogyha folytatjuk a filmnek a megtekintését, láthatjuk, hogy jön az a jelenet, amikor Antal József Washingtonban tartózkodik, Gorbacsov szívja a fogát, lerakja a poharat, majd pedig a következő pillanatban láthatjuk azt, hogy elzárják a gázcsapot, és ez kerül bemutatásra. Mit tudunk arról, hogy ebben az időszakban egyes európai országoknak mekkora a tartaléka, tehát az olajtartalékuk, és mi a tényleges igazsága azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak milyenkora a helyzete? Én a kérdésre egy picit bővebben is válaszolnék, bár nem az időt húzva. Konkrétan a kérdés, tehát általában ebben az időszakban az európai nyugati országokban egy olyan 115-120 napos tartalék van. Magyarországnak közel nincs ennyi. De amiért szót kértem az az, hogy 1990. május 31-e, gondoljanak arra, hogy 23-án alakul a kormány, május 23-án, a május 31-i kormányülésen is a benzinár már kérdés. Ezen a kormányülésen ott van az én elődöm, aki aztán később az utódom is lesz, Kis Elemér, aki a korábbi kormányhivatalnak a vezetője, aki elmondja azt, hogy a benzinár kérdése már a német kormány idején is, tehát az előző kormány idején is napirenden volt, sőt, döntés is született arról, hogy április 1-én emelni fogják a benzinárat. Azonban a közelgő, illetőleg akkor már lehetett tudni, hogy akkor lesznek a választások, végül ezt elhalasztották azzal, hogy majd a következő kormány úgyis kénytelen lesz meglépni, tehát lényegében ezt a terhet a német kormány átolta az Antal kormányra. Amikor itt járunk a történetben, egyébként szerintem a filmnek egy picit itt egy enyhén szólva csúsztatása van, ami nekem kevésbé is tetszik. Nem tudom, hogy önök hogy élték meg a film nézése alapján. Kicsit olyan, mintha ez büntetés lenne Magyarország számára, az, hogy elzárják az oroszok a barátság kőolaj vezetéket. Igazság szerint ez már kora nyártól kezdődően csak csöpögött lényegében haza vezeték, tehát nem akkor zárták el, nem büntetésként zárták el. Valóban akkor abban a pillanatban nem jött semmi, de ez egész nyára jellemző volt. Minden ülésen, tehát gyakorlatilag májustól kezdve minden kormányülésen napirenden van
hogy honnan tudnánk szerezni üzemanyagot. Csak dollárért lehet, nem tudom, hogy önök tudják-e, hogy akkor mennyi volt Magyarország dollár deviza tartaléka. Németh Miklós mondja be valamikor 89. novemberében a parlamentben, hogy 800 millió. Nem tudom, hogy lehet-e érzékelni, hogy ez gyakorlatilag szinte semmi. Ráadásul valóban akkor van a keleti olajválság, illetőleg akkor néz ki, hogy ez el is hangzik, hogy ha majd Amerika megtámadja Kuwaitot, akkor még jobban föl fog a benzinár emelkedni. Tehát gyakorlatilag egy olyan negatív és környezet van ilyen szempontból, hogy egy az, hogy nem tudunk szerezni, mert nincs rá pénzünk, valóban iszonyúan fölmennek a világpiaci árak, és mire eljut októberre ez a történet, Magyarországnak, ahogy elhangzik a filmben is, 4-5 napi tartaléka van. Ha körülnézek, azért látok olyan arcokat, akik ezt az időszakot egyértelműen megélték. Nem tudom, hogy rémlik-e önöknek az a TV híradó bejátszás, hogy kádban gyűjtik az emberek a benzint. Nem tudom, hogy ez erre emlékeznek-e önök. Igazság szerint kiment a hír. Tehát hamarabb kiment a hír, hogy igenis a kormány folyamatosan foglalkozik ezzel a kérdéssel, valamikor kénytelen lesz meglépni ezt a lépést, tehát azért az emberek számítottak erre, és mondom, félő volt az, hogyha tényleg kiderül, hogy ekkor emelés történik, akkor gyakorlatilag az állam csőd áll be, le kell állítani az üzemeket, gyárakat, kórházakat, mindent, hiszen lényegében az üzemanyag elfogy. Hogyan a döntés megszületése után a film értelmezése szerint születik egy döntés, miszerint a miniszterelnök ad egy TV-interjút, amit aztán végül is a Hankis Elemér vezette televízió, vagy konkrétan Hankis Elemér megtagad, és azt mondja, hogy csak akkor engedi adásba, hogyha a másik fél, jelen esetben Göncz Árpád is hasonló terjedelemben megszólal. Ezzel szemben mi az igazság, mikor van Antal Józsefnek a letiltott TV beszéde interjúja? Elnézést kérek, most én fogok egy kicsit többször megszólalni. Ez az interjú, ami végül nem kerül adásra, csak a halála napján egyébként, 1993. december 12-én, ez nem a taxisblokád előtt kerül felvételre. Amikor az Antal kormány megalakul 90. május 23-án, akkor gyakorlatilag a miniszterelnökségen létezett korábban a korábbi kormányhivatalban egy gazdaságpolitikai titkárság Meggyesi Péter vezetésével. Üres polcokat, üres fiókokat találtunk. Tehát gyakorlatilag az a titkárság, amikor lelépett, minden létező iratot és floppy lemezt elvitt. Hasonló állapotot talált Rabár Ferenc is a pénzügyminisztériumban. Tehát bármennyire hihetetlen, az Antal kormány annyit tudott, amit Németh Miklós bemondott előtte pár hónappal korábban, és az első hónapok azzal teltek el, hogy az Antal kormány egyáltalán tájékozódni volt kénytelen arról, hogy mi az ország helyzete. Ez körülbelül nyár végére állt teljesen össze és teljesen tisztán, hogy az ország gazdasági helyzete katasztrofális. Ekkor Antal József elhatározza, hogy ad egy interjút, és megpróbálja a magyar társadalmat felkészíteni arra, hogy igenis egy nagyon nehéz időszak jön az országban, hiszen ha emlékeznek rá, mindenki egy kicsit óriási naivitása és illúzióval élt, arra gondolt, hogy rendszerváltoztatás történik, holnap már osztrák életszínvonal lesz. Antal Józseffel fölveszik ezt az interjút, valóban Hankis Elemér úgy dönt, hogy ha Göncz Árpád is, egyébként ez az önkormányzati választások előtt történik, ha Göncz Árpád is ad egy interjút, akkor leadja a tévébe. Na most gondolják el, hogy van egy pártpolitikus miniszterelnök, és van egy pártok felett álló, semleges, az ország nemzet egységét képviselő köztársasági elnök. Hogy lehet párba állítani a kettőnek az interjúját vagy a nyilatkozatát? Ennek ellenére nem adja le a Magyar Televízió ezt az interjút, tehát gyakorlatilag 90 nyarán a magyar társadalom nem szembesül azzal, hogy mi az ország tényleges helyzete.
Nem állítom, hogy ez megakadályozta volna, vagy megelőzhette volna a taxisblokkádot, de minden esetre nem érte volna akkora sokként és traumaként az országot például a benzináremelés. Tehát ennyit tudok ezzel kapcsolatban elmondani, tehát nem a taxisblokkád előtt történik ez az interjú letiltása.